Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Szombaton évadzáró társulatú ülést tartott a Vörösmarty Színház, ahol átadták az évad színésze a Vörösmarty gyűrű díjakat, illetve az évad dolgozója elismerést is. Vörösmarty gyűrűt kapott Varga Lili. Szeretettel, tisztelettel köszöntelek. Én azt gondolom, hogy kezdjük talán az eredendőnél, hiszen nagyon fontos az indítatás. Bármilyen hivatást választ az ember fia, szinte bizonyos, hogy a családi alomból kirepülve valamelyest rányomja a bélyegét, hogy honnét indult. Nincs másként ez a te családodban sem, hiszen ha csak az apai nagypapádat és édesanyádat nézzük, akkor szinte bizonyos, hogy nagyon-nagyon fontos volt az eredendő. Igen, nekem nagyapám, mint ahogy édesanyám is, de nagyon fontos szerepet játszottak mind a ketten. Bár mondjuk én gyerekként én nem gondoltam, tehát persze az ember szíve milyen érzi, vagy van egy ilyen vágya, de én akkor nagyon, nagyon ágáltam ez ellen. Erről már beszéltem is egy pár ilyen interjúban, hogy én nem akartam feltétlenül akkor színész lenni. Tehát nem az volt, hogy 7 évesen én azt mondtam, hogy én mindenképpen az leszek. Hanem én mondtam, hogy nem, én minden leszek, én cukrász leszek, én fodrász leszek, én fogorvos leszek, én nem tudom mi. De közben persze titokban nagyapámmal, meg anyukámmal mindig verseltünk. Nagypapámmal például Máitónál volt egy üdülőjük, és minden nyáron diktafonra mondtuk föl a verseket, és hát nagyon, nagyon szerettem, és nekem az a pillanat volt egy olyan meghatározó élmény, amiről van egy videófelvételem is, egyébként még VHS-en, mai napig, ahol az Ördög nem alszik című darab volt Miskolcon, nyári szabadtéri színpadon, és emlékszem, mindig készült a skót ruhájával, mindennel, és készült ilyen poénokkal, és ott voltam, hány éves voltam akkor, azt hiszem 9-10 éves voltam, és még hallható a videófelvételen, ahogy nevetek. Tehát ahogy kitörő kacaj van bennem, és anyukámmal is hallani a hangunkat a felvételen, és később, most egy éve derült ki, anyukám így felhívott, hogy Lili, azt tudtad, hogy ebben az előadásban a Váradi Eszter Sára játszott? No, csak. És visszanéztem, és akkor, tehát ugye én nem így emlékeztem erre, és mondtam az Eszternek, és hát könyvbe lábadt szemekkel mondta, hogy a nagypapád, a Gyuszi bácsi. És igen, és kiderült, mikor ide kerültem Fehérvárra, hogy a Kunakarcsival is, meg Dezsi Jánossal is játszottak együtt. És nagyon sokan ismerték. Szóval ennek a szeretete valahogy így tőle, én megláttam, hogy milyen szeretetet ad át, és nekem ez a szó a kulcs, azt hiszem. Szeretet? Igen. Hogy milyen élményeket okoz egy nézőben, hogy felfordítja, hogy kiemeli őt a hétköznapokból, vagy épp elgondolkodtatja. Sikeres versmondó voltál. Igen, azt mondják. Nagyon szerettem. És soha nem, tehát mindig izgultam persze, tehát én is egy ilyen izgulós típus vagyok. És nagyon izgultam, de örültem, hogy közölhetek valamit. Ilyen értelemben az elitista vonulathoz tartoztál? Elitista vonulathoz? Már úgy értem, a humán érdeklődés okán. Igen. Mindenképpen? Igen. Mindig szeretettel beszélsz Hoványné Martikán Erikáról, és beszélsz róla, nem megemlíted, én arra figyeltem fel, általában ilyen régmúlt dolgokról, hogy jó, hát volt ő is, te ebben is egy kicsit más vagy. Mi mindent tanultál tőle, hogy ennyire rögzült? Úgy gondolom, hogy ezek fontos dolgok, mint hogy a kapcsolatokban is. Szóval, hogy az embernek ezeket ápolnia kell, vagy az emlékeit is ápolni kell, és amik meghatározó dolgok az életemben, arra én így gondolok, és ezt így éltetem, valahogy azt hiszem. Nagyon, nagyon sok lehetőséget kaptam tőle, és önbizalmat, és bátorságot, és ő is hozzájárult a színház szeretetéhez nekem, meg az egész csapat annyira különleges volt, ahogy ott dolgoztunk együtt a Bárdos Lajos Általános Iskolában. Mi akkor egy éven keresztül, tehát nagyon más, egy éven keresztül készültünk egy darabra, amit eljátszhattunk 4-szer az év végén. De egész évben mindig heti 2 alkalommal délután azért voltunk együtt, és folyamatosan, tehát annak mindig ő írta a szövegét, és ő is rendezte. És eljártunk együtt táborokba, tehát olyasmi, mint ami
mondjuk egy verstábor, csak hogy együtt voltunk, mindig összeszokott ez a csapat, mindig dolgoztunk magunkon, tehát egy ilyen igazi, mint egy drámatábor olyan volt, és mindig együtt főztünk, együtt csináltunk mindent, és nagyon, ez egy nagyon bensőséges és bizalmi csoport volt. Nagyon jó, amit mondtál, és ahogy mondtad, egy kicsit olyan lehetett Erika, mint most például a Ciszterci gimnáziumban Ferenci Noémi. Igen, pontosan. Pontosan. Aki ugyanezt teszi a gyermekekkel. Ugye neked volt alkalmad most, hiszen az egyik nagyszerű versmondókat, Varga Esztert, te magad készítetted fel, ő is oda jár, és én magam is rácsodálkozom mindig az ő előadásaikra, a Fehér Holló Diák Színpad egyébként országosan is ismert, de nem azért, mert annyira kirívóan, kiugróan tehetségesek lennének a fiatalok, hanem azért, mert van egy tyúkanyó tanítónéni, tanárnő, és aki megszeretteti velük minden egyes pillanaton, amit együtt tölthetnek, és nem csak a színpadon, hanem a színpadon túl is. Egyébként miként választottál annak idején verseket magadnak? Van olyan költő, volt olyan költő, aki előtt leborulsz, akár ma is? Én a klasszikusokon nőttem fel, és anyukám nekem mindig mesélt elalvás előtt is van, hogy verseket mondott. Arra aludtam el. És én Ady Endrére, József Attilára, Babits Mihályra és Szabó Lőrincre aludtam el. Tehát, hogy nekem ők a költők, meg Radnóti Miklós. És nagyon szeretem a műveiket. Én azt gondolom, hogy mindent megtalál benne az ember, és mindig aktuális. Tehát bármennyire is elhatároztad, hogy a színjátszás nem lesz a jövő, nyilvánvalóvá vált, hogyha egyszer jött a Vörösmarty drámatagozat, akkor elkerülhetetlen a sorsod. És ahogy írtad, és számtalan visszaemlékezésedben elmondtad, ez egy különleges osztály lehetett. Jó osztály volt nagyon. Meg én azt érzem, hogy egyelőre is ezt le is kopogom, de hogy mindig jó irányba terelt így a sors, vagy jó utakra tudtam lépni, vagy mindig így terelgetve voltam, és mindig jó csapatokban, vagy jó kezek alá kerültem. Tehát nem lehetett kétséges, hogy folytatod? Nem. Hogy a Színművészeti Egyetem a te utad. Ennek ellenére ugye az első esztendő nem jött be, függetlenül a felkészüléstől. Igen. Engem leginkább az érdekel, hogy aki valamilyen formában ennyire elkötelezett egy választott hivatás iránt, mit csinál, amíg nem éri el a célját? Mi történt abban az egy évben? Én abban az egy évben, akkor csináltuk a Kolibri Színházban a Cyber Cyranót, Cyber Cyranó című előadást, ami mai napig megy, 8 éve megy ez az előadás, és én abban az évben dolgoztam, tehát más dolgokat csináltam. És voltam fehér nemű üzletben eladó, voltam pultos, nagyon sok mindent csináltam, voltam hostess, árultam tollakat, mindenfélét csináltam. Nagyon mást, mert nekem például nagyon szükségem volt arra az egy évre, azért, hogy elengedjem magam, nagyon sokat dolgoztam a gimnázium alatt is. Ezt értem úgy, hogy a Vörösmarty gimiben, és majdnem olyan volt, mint a Színművészeti Egyetemen, lementek az óráink, és akkor utána voltak szakmai órák, vagy drámaórák, és én akkor ott csatlakoztam a Motus nevezetű mozgásegyesülethez, és mi akkor ugyanúgy este 10-ig próbáltunk. Én utána hazamentem, még tanultam éjszaka témazáróra, reggel fölkeltem, és mentem be az iskolába, és nekem, tehát elfáradtam igazából egy kicsit. És akkor az ember ilyenkor rágörcsöl dolgokra. És én az első felvételimre nagyon rágörcsöltem így, ilyen remegve így mentem be, mindent előkészítettem, nagyon hosszan találtam ki az önéletrajzomat, minden benne legyen, mindent beleírjak, minden így felkészülten, mindent tudjak, minden meglegyen, és beléptem a terembe felvételni, és éreztem, hogy egy hatalmas nagy betonfal van köztem is a felvételiztető között is, és nem tudom áttörni, csak így küszködöm. És akkor eltelt ez az egy év, és utána így hagytam mindent a maga medrében, és úgy voltam vele, hogy ha kellek, tehát eljutottam egy olyan szintre ebből a görcsösségből, hogy ha kell az én személyiségem, vagy ami én vagyok, így tisztán, ahogy van, akkor az kell, ha nem, akkor nem. És például elfelejtettem akkor az önéletrajzomat is megírni. Ez a hírhet mondat, kopasz vagyok, de boldog. Igen, ezt írtam bele.
Igen, ezt írtam az önéletrajzom. Azért hisz, ezt hiteles, hiszen te magad írtad és mondod. Igen. Tehát boldogtalannak egyébként nem tudlak elképzelni. Somjó írta, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetten mémelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Na most ennek tükrében szinte bizonyos, hiszen nagyon is tudtad, hogy hova tartasz, milyen utat választasz, és azt az út, az az út a tiéd. De milyen volt ez az út valójában? Nehéz. Milyen volt a te évfolyamod? Egy remek tanári trió. Bagosi László. Bagosi, Pelsőci Réka. Rábor Roland. Nekem nem volt egyszerű, azért nem. Nagyon jó csapatunk volt, tehát tényleg egy olyan osztály, amikor mi felvételiztünk, akkor azt mondták, hogy hogy lehet 13 ennyire különböző embert felvenni. Mindenféle szinten. Mind értékrendben, mind emberi, mindenhogy. És meg is szenvedtük néha ezt, hogy 13 ennyire különböző ember, de valahogy én mindig azt éreztem, hogy minden nehézség ellenére, és a nehézség az bennem volt. Tehát abban, hogy nem tudtam, azt hittem, hogy mások nem adnak bizalmat, és én nem tudtam úgy bizalmat adni, ahogy akartam. Tehát ahhoz, hogy az ember megnyíljon, és szabadon tudjon alkotni, ahhoz bizalomra van szükség. És azt elfelejtettem közben, hogy az is egy alapbizalom, hogy engem oda felvettek ebbe az osztályba. És inkább begörcsöltem, mint hogy szabadon tudtam volna magam engedni. Mind mások szemében, mind mindenhogyan. És én igaznak tartom azt a mondást, hogy az vagy, amit elhiszel magadról. És akkor, ahogy az ember, tehát azt is vonza be az ember, amit elgondol, vagy elképzel. De azt az, hogy tudtam, hogy minden nehézség ellenére, hogyha én már itt vagyok, akkor azért vagyok itt, mert utána nekem lesz dolgom. Borzongva olvastam ezt a mondatot, hogy megtanultam Főnixnek lenni. Ha nem tudnám kívülállóként természetesen, hogy ez igaz, akkor ez egy kérkedő mondat mindenféle értelemben. Lehet, hogy annak hangzik, nem annak szántam akkor. Én nem annak szántam, hanem igazából erre gondoltam, hogy az ember ilyen, csak mindig kiragadnak mondatokat egy-egy interjúból, csak én akkor arra gondoltam, hogy az ember falakat épít fel magából, és ugyanúgy elégeti saját magát, és akkor mindig újra életre kell. Igazából én erre gondoltam akkor. No, térjünk vissza még egyszer ehhez a mondathoz, hogy kopasz vagyok és boldog. Egy nő egy ilyen helyzetben, és akkor egy kicsit azért beszéljünk erről. Köszön. Én azt tapasztalom, hogy mindig egyedi, virtuóz és gyönyörű, mint te magad. Köszönöm szépen. No. Én, hogy mondjam, én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy és ez nehéz ügy, de én úgy gondolom, hogy, és ezt már el is mondtam többször, hogy nekem nem, szóval nem olyan jellegű fogyatékosságom van, hogy nekem nem a karomat vágták le, nem a lábamat, látok, hallok, érzek, és ez csak haj. Tehát ez egy olyan dolog, amit, hogyha valaki akar színpadon, akkor pótol, ez jó ez a szakma, tehát ezt így meg lehet oldani, de azt gondolom, hogy annak kell örülnöm, ami van. És én ezen kívül, tehát egy boldog embernek tartom magam. És sőt, ezzel együtt tartom magam annak. Mert hogyha ez a dolog nem lett volna, én is lehet, hogy más irányba megyek. Lehet, hogy másmilyen ember lennék. Nem tudom. Beszéljünk a legendákról, hiszen az egyetemi évek mindig legendásak. Mohácsiról. Utasi azt írta, és a földbe fogad. Egy utasi verset kerestem pontosan ezért. Utasi József, aki egy csoda volt, a kilencek tagja, nem sorolom, mert hogy én imádom, és remélem, hogy mások is így vannak ezzel. A föld, mely véneidnél véne fiaként üdvözölt, és befogadott csillagra cselédnek. Tehát te is otthonra találtál, és ez a mohácsi legendás és a földbe fogad, amelyet nem győzöl mindig citálni, bármilyen interjúban elmondod. Én azért egy kicsit arra lennék kíváncsi, hogy miként rögzül marad meg egy fiatalban ilyen szinten, hogy bármerre jár, erre mindig szívesen emlékezik. Nem volt olyan túlságosan régen, de mégis. Szerintem azért, mert ahol az ember először kap, nem azt mondom, hogy elismerést, mert nem, hanem ahol először kap bizalmat és szabadságot. Mind az alkotás folyamatában,
mind az egészben. Tehát én akkor éreztem azt, hogy kapok egy olyan bizalmat, egy olyan lovat, amire így fel tudok ülni, és akkor adhatom magam. Ez egy életre szól? Szerintem... Eddig mindenképpen. Igen, eddig mindenképpen. Igen. És akkor beszéljünk a rendezőkről. Asher, Fischer, Munrucó, Máté Gábor, Mocsai, Mohácsi, Bagosi, Pelsőci, Hargitai, Vidnyánszki, az ifjú, Bagó, Berci, Cserhalmi. Erre mondaná az én Szamóca barátom Eperes Károly, hogy Uramisten. Igen. Nagyon, nagyon hálás. Külön-külön nem is kérdezem meg, de azt hiszem, hogy egy rendkívül szerencsés generáció tagja vagy. Akiket itt felsoroltam, azok olyan ívet adnak az általuk foglalkoztatott, rendezett színészek pályájának, ami egyedülálló. Igen. És mindenki más. Mit lehet tőlük? Egyáltalán általában te tanulsz a rendezőtől? Mindig. És mi az, amire leginkább kell figyelned? Nekem arra, hogy mindig nyitott legyek, és tetre kész. És hogy át tudjam magamon futtatni az ő szándékát, de úgy, hogy közben ne veszítsem el önmagam. Most nem tudom, hogy ezt így lehet érteni. Igen. De hogy valahogy ez. És még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy nem lettél módoros. Név nélkül, és nem a Vörösmarty Színházról beszélek. Sokat járunk Pestre színházba. Nagyon-nagyon sok ifjú, remek képességű, kvalitású színművészt ismerek, akik annyira pestiek, hogy szerintem a Dunakeszin már nem élnének meg. Adott esetben. Örülök, hogyha így gondolod, és köszönöm. Nem is szeretnék azzá válni egyébként. Addig jó. No, hát a pályakezdésed nem lehetett nehéz, hiszen az imént felsoroltak alapján ti már elég korán kirepültetek, párhuzamosan játszhattatok kint, ugyanakkor a szakdolgozatot címe önmagáért beszél. Nagyon fontos volt, hogy a pályakezdésről faggasd azokat a színésznőtársaidat, és egy kicsit barangolj együtt velük az ő lelkükben, mert... Tehát szeretted volna megtudni, hogy milyen gyötrelmek kísérték az első pillanatokat? Igen, mert én magam ezt éltem meg, és erről tudtam leghitelesebben beszélni. Könnyen ment? Melyik része? Megírni vagy velük? Hát beszélgetni egyáltalán. Beszélgetni nagyon jó volt. És legszívesebben, tehát én volt akkor bennem egy ilyen hív, és egy ilyen terv, hogy én egyszer ebből csinálok egy könyvet, vagy hogy én nagyon szívesen megtenném, hogy fognék egy táskát, fölülnék egy vonatra, és elmennék színházakba beszélgetni olyan emberekkel, akiket nem feltétlenül ismerek, mert nem jutok el. És beszélgetni ezekről, mert lehet, hogy annyi tehetség és annyi csodálatos ember mászkál a világban, akiknek nem tudjuk a pályakezdését, és lehet, hogy ugyanolyan dolgokkal küzdenek, mint bárki más. És találkoztam például egy fiúval egy kerekasztal előadáson, aki mondta, hogy az én szakdolgozatomat használta, és nagyon segített neki. De hogy így pályakezdéshez, vagy csak így beleolvasott. Tehát ez megerősített. Ami megerősített abban, hogy ez egy jó út, vagy egy érdekes dolog. És én annak tartottam, mert erről tudtam akkor úgy beszélni, és az ember, tehát bármilyen cikket olvas, vagy bármit, és szeret párhuzamokat vonni a maga élete és a között. És valahogy ez engem nagyon, nagyon mozgat, és érdekel. Volt a konklúzió az egésznek? Hát az, hogy nem egyszerű. Az, hogy mindenkinek megvan a saját útja. Az, hogy bátorság kell hozzá, az, hogy az ember tudja képviselni önmagát, főleg mondjuk ma. De az igazi konklúzió az, hogy nehezebb ma pályakezdőnek lenni. Tehát ez volt a... Erre mondta Utasi, hogy a szavam csillagfegyelműjének, engem a szabadság igazgat, szegénynek is így vagyok szegény, gazdagnak is így vagyok gazdag. Ez kicsit a ti pályátokra, legalábbis aki komolyan veszi, és elkezdett szárnyalni, és nem hajlandó csak azért leszállni, mert így hozta a sors, azt hiszem, hogy ez jellemző rátok. Igen. Mert hogy a színész lélek a ráción túl is működik. No, akkor azért eljutottunk 2015-ig. Meglepetésként ért, hiszen bennünket mindenképpen, hogy a 12 dühös emberben Cserhalmi György téged választott, a 11. esküdtet játszott, tehát még soha nem láttunk. Én ott voltam végig a főpróbán is, és nyilván nem veled beszélgettünk a főpróba után,
de maga a darab jó volt, és különleges a te személyiséged. Köszönöm. Egyáltalán nekem az volt jó, hogy egyrészt voltak benne nők, meg ez egy nagyon más szellemiség volt az a próba folyamat, de az egész. Nekem egy ilyen emelkedett hangulatú volt. Egyrészt azért, mert akkor voltam itt először. Egy újdonság volt új embereket megismerni, új közegben lenni, és akkor határoztam például el magamban, hogy ezt abszolút nyitottan és bátran fogom kezelni. És ehhez nagyon, nagyon nagy segítőkezet kaptam Cserhalmi Györgytől. Nagyon nagyot. És így is történt. Tehát egyetlen egy pillanat nem volt, tehát nem voltál leszálló ágban. Ha csak egy számot citáltam, amikor bejöttünk, mondtam, hogy ugye 101 előadásban játszottál a 2016-os, 17-es évadban, ami megdöbbentő adat egyik oldalról, főleg ha hozzátesszük, hogy milyen darabok voltak ezek. Tehát hiába mondtad néhányszor, hogy a könnyedebb darabok, mint ha kimaradnának, de most mi... De most kaptál, igen. De mi viszont nagy örömmel vettük tudomásul, hogy az a csapat, aki idejött, az megfelelt annak az igazgatói, illetve rendezői, tehát gondolok itt Horváth Csabára, Hargita Ivánra, Bagó Bercire, tehát rendezői szándéknak, hogy miként építsék újra ezt a Vörösmarty Színházat teljesen más rendezői elvek mentén. Milyen volt az a 2016-17-es év, hiszen lubickolhattál a legfantasztikusabb szerepetben? Isteni volt. Isteni? Isteni volt. Isteni volt, mert egyrészt tényleg sokat játszottam, és eljutottam arra, hogy 2 év alatt tudtam mindenkivel dolgozni a színházban. Tehát, hogy minden kollégámmal már. És ez nagyon jó. és az, hogy tényleg kaptam olyan dolgokat, amikre mondjuk az egyetemen nekem azt mondták, hogy ezt a büdös életben nem fogod eljátszani. És tényleg az, hogy én mondjuk egy ankónai szerelmesekben játszom, és ezt csinálom, az hatalmas dolog. Tehát amire mondjuk én szerintem Pesten nem lett volna lehetőségem. Abszolút bizalmi kérdés, ugye a színjátszás mindenféle abszolút értelemben. És azt hiszem, hogy a bizalmat kiérdemelted, mint ahogy a Vörösmarty gyűrűt is. Mit gondol egy emberfia, amikor egy ilyen hasonlót, nagyon tudjuk, hogy a színészet, egy társulat nagyon belterjes, hogy egy ilyen díjra jelölik nagyon rövid idő után? Én emlékszem, hogy hát utána nem tudok róla soha beszélni, én is olyan vagyok, aki inkább megéli ezeket a dolgokat, és hát az egyik interjúban össze-vissza is beszéltem utána, mert nem tudom hirtelen feldolgozni, vagy annyira jól esett. És pont azért, mert kimondtad ezt a kulcs szót, hogy bizalom. Egyrészt ugye maga színjátszás is az, mint színész-színész, mint színész-rendező között. És azért bizalom, mert egymásnak az idegrendszerével, a lelkével, a testével játszunk nap, mint nap. És az, hogy ennek a játéknak a folyamatát ők megosztják velem, és szeretik, ahogy én ezt megosztom velük, az a legnagyobb elismerés, szerintem. Tehát a Dunakeszi kislány elindul a folyótól, majdnem ért, vagy patakot mondtam, hogy eléri a tengert, ami jelesül most itt nekünk Székesfehérvár értelemszerűen. Milyen székesfehérvárinak lenni? Egy kicsit. Ugye csak kicsit vagy fehérvári, kicsit, sajnos. Igen. Igen, én azért nem tudom arról, hogy milyen fehérvárinak lenni. Én szeretem itt az embereket, szeretem a közönséget, szeretem a kollégáimat, a várost annyira úgy nem ismerem, sajnos, szóval, hogy el szoktam néha menni, meg járkálni, meg helyekre, de nem érzem magam annak, mert nem itt lakom. Mert én azt hiszem, hogy a te nagyívű pályádból jelen esetben mindösszesen annyi hiányzik, hiszen megvannak a lépcsőfokok, megvan az a grádics, amint te lépdelsz, nagy léptekkel, ha úgy tetszik, viszont a színész közönség kapcsolata az még bizonyos értelemben hiányzik. Ennek nyilván az az oka, hogy Budapesten élsz. De hát én azt kívánom, hogy legyennek, valaki terjesszen el, mert lehet, hogy ósdi elképzelés valamiféle színész közönség találkozót, ahol a színpadon túl is megismerhetnek téged, mert én azt gondolom érdemes. Köszönöm, de hogy én azt érzem, hogy az egy csodálatos dolog volt, hogy a Mese a Látóhegyet létrehoztuk így a Kricsár Kamilékkal, mert hogyha az volt az érzésem, hogyha ez a generáció, a gyerekek így megismernek, nekem is meghatározó élmény volt gyerekként a színház, és azt mondani, hogy annak a gondolkodásnak a mentén tanulok,
vagy azt érzem, és annyira édesek voltak valamelyik mese után, így kint a Pelikánban, így jött ki egy kisgyerek, és én mondta, anya, én szeretem a színházat. És ez volt az első előadás, amit látott. És ilyen, hogyha legalább így megismernek, vagy úgy, hogy ez a generáció, akkor az már egy jó érzés. Tehát ez már egy jó dolog. Legyen így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én és köszönöm. Gratulálok minden színház szerető Székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Vendégem Varga Lili volt, az idei Vörös Marti gyűrű díjas színész. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!